szörnyű az, hogy 10 éve nincs velünk. Ugye májusban lesz 10 éve, hogy nincs velünk. Nekem minden nap eszembe jut, borzasztóan hiányzik, tehát nehezen tudok érzelmek nélkül beszélni, mert én sokszor sok én elmondtam annól, hogy nekem nem csak az édesapám volt, hanem majdnem a legjobb barátom is. És valószínűleg én így fogom leélni az életemet, hogy minden nap eszembe jut és hiányozni fog. Nyilván nagyon megtisztelő, hogy az ő nevét viseli az aréna, nagyon megtisztelő számomra, hogy azon a kispadon ültek, most már tényleg én is borzasztó hosszú ideje, ami ő is nagyon hosszú ideig ül, de én mint édesapáról tudok róla beszélni, és ebben ő nagyon hiányzik.